evening 10 rounds of the flyweight division for the WBO International Championship. First on the scale, fighting out of Kiskun Fele Gihasa, Hungary, with a record of 15-2, 10 KOs, Josef Atjai. And he'll be facing off against one of the most highly decorated Olympians of all time, fighting out of Yizhou, China, with a 7-1 record, 2 KOs, the Fist of Gold, Zhou Ximing. First on the scale, Atjai to weigh in. Weighing in, ladies and gentlemen, this is Josef Atjai. £111, 111. The official weight of the fighter of Hungary, Josef Atjai. Ladies and gentlemen, one of the most highly decorated Olympians ever. Next on the scale, three-time Olympic medalist, including two Olympic golds. Three-time amateur world champion, ladies and gentlemen, the Fist of Gold, Zhou Ximing on the scale. In particular, from the island of Puerto Rico, showcasing us tomorrow night here at the world's most famous arena. Again, ladies and gentlemen, our special attraction of our evening WBO International Flyweight Championship, Atjai Ximing, for 10 rounds or less. Hát igazából nagyon hangulatos volt a mérlegelés, nagyon tetszett, úgyhogy szombaton a legjobbat szeretném hozni, és a magyar szurkolóimnak nem szeretnék csalódást okozni. Óriási nagy lehetőség, amikor valaki egy nagy szervezet címéért boxolhat, az ellenfél az nagyon komoly. A rendezvény komoly lesz, és holnap tudjuk meg igazából, hogy Józsi mennyire bírja a külföldön a terhelést. Hát igazából én azzal lennék a legerelégedettebb, hogyha végig tudnám vele boxolni. Hogyha az ő kezét emelik föl, akkor én tudom magamról, hogy én győztem, mert azért kétszeres olimpiai bajnok ellen boxolok, de persze annak örülnék, hogyha én szállnák ki a győztesen a csatából. Hammerhands, Julian Rodriguez on the scale. £144.6, by the undefeated Hammerhands, Julian Rodriguez. Across the ring in the red corner from Budapest, Hungary, Adam Matei on the scale. £143, the official weight. For the fighter from Budapest, Hungary, Adam Matei, once again. Megragadtam igazából a lehetőséget, most elég fáradt vagyok, hogy tegnap este érkeztem ugye New Yorkba. Átállni ugye nem lesz időm, mert holnap már boxolok. Hát és igazából nem ezt kell látni, hanem az, hogy gyakorlatilag most váltósúlyban kell boxolnom ismét. Ádámmal ma jártunk néhányszor külföldön, ugye ott igazi nagy sikerünk nem volt, tehát voltak jobb mérkőzések és gyengébb szereplések is. Neki mindenképpen azért lehetőség a holnapi meccs, mert hát visszakapaszkodhat oda, ahol valamikor volt. Ehhez kell mindenképpen egy olyan szereplés, amivel mi is és az ellenfel is elérhet lehet. Oda kell állnom, aztán tenni, amit meg tudok tenni beugróként, ugye. Hát nyilván nem mérkőzésre is, meg általában ilyenkor így beugróként ugye nehezebb dolgom van, ugye kondícióval és meg edzés szempontjából, de ugye toprankesek már jól ismernek, most már 5-5-re vagyok innen a gálájukon. Igazából úgy, hogy már boxoltam le a meccset, 22-0-ás Williams-ével is jó meccset csináltam, úgyhogy benne van a pakliba az, hogy megnezítem egy pár menetig a dolgát, esetleg végig is megy a meccs. Lomachenko Martinez, our main event on HBO Sports.